A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Örülök, hogy újra itt vannak velünk, és együtt őrizhetjük a család melegét és a családi asztalt. Mert hogy témánk ezúttal már második alkalommal a táplálkozás, természetesen a családra vetítve, és nem csak ételekről van szó, hanem azért az ételek hatásáról, és nyilván lelki táplálékról is. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Supliszné Tóth Mária táplálkozástudományi szakembert, egészségtantanárt, fitoterapeutát. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, szervusztok! És a mi Gábor atyánkat, Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is köszöntök mindenkit. És szerintem Gábor atyával mi ketten vagyunk azok, akik úgy szeretnek enni, hogy igazából. Arról beszélgettünk előző adásunkban tényleg, hogy miért is eszünk. Mert hogy ugye van, aki, a Marika mondott egy idézetet, aztán megismételnéd, hogy van, aki azért élünk, hogy eszünk, vagy azért eszünk, hogy éljünk. Nem lehet keresni esetleg egy köztes... Mondjuk az lenne a célvezető, hogyha bizonyos köztes utakon mennénk, nem a két szélsőségen. De próbáljunk meg azért enni, mert szükségünk van rá, de hogyha már eszünk, akkor az nem baj, hogyha az jót tesz nekünk. Meg nézzük meg, hogy mit teszünk. És akkor azt, hogy nézzük meg nyilván, hogy mit teszünk. Gábor atya, mi a kedvenc ételed? Húha. Többen melyiket mondja? Az adásban kényelmesen voltam, mert hátradőlhettem, hogy én mondjuk utoljára is át tudom gondolni. A kapásból, amit kell mondanom, ha nagyon kedvencét és nagyon hétköznapét, ez a paprikás knupli. Azt nagyon szeretem. Te nem rántott hús? Azt is nagyon szeretem, de most egy kapásból kell mondanom. Alapvetően mindent. Nem. Nagyon sok mindent megeszek. Van néhány étel, amit egyáltalán nem tudok megenni, vagy nem tudom bevállalni. Mondjuk az ilyen a máj, a sertésmáj, az nem tudok mit kezdeni. Gyerekkoromtól kezdve az nekem egy ilyen nagyon. Aztán a pacal a másik, amit idegenkedek, meg az ilyen porcos ilyen dolgokat, ezeket sem, ez a csülökpörkölt, ha sokan oda vannak érte, hogy mennyire jó, meg nem tudom mi. Na, ezekkel nem tudok mit kezdeni. Aztán ugye egy másik fokozatom az mondjuk így a csirkehús, de ott is inkább az ilyen grill csirke, meg az ilyen csirkepörkölt, az volt ilyen élményem gyerekkoromban, hogy a vastag olaj úszik a csirkepörkölt tetején, és így kispapként is egyszer megtapasztaltam, és nem volt olyan jó élmény. De hogy ezeken kívül tulajdonképpen, hogyha jól meg van csinálva az étterem, a főzelékeket is szívesen, bármiféle főzeléket, spenótot, sóskát is szeretem, vagy a tökfőzeléket, szóval ezekkel is nincs problémám, a tésztákat is. Tehát, hogy igazából nincs ilyen nagyon nagy kedvenc. Azt, ami igaz, amit mondta, hogy szeretek étkezni, és így a felvétel előtt beszélgettünk erről, hogy azt tudom élvezni, tehát, hogy vannak a hétköznapi ételek, hogy vannak olyan alkalmak, mondjuk étteremben, amikor élvezni is tudom az ételt. És lehet, hogy ez vagy hétköznapi, vagy valami kicsit különleges, attól picit mindig fázom, amikor nagyon különleges nevet adnak valami ételnek, de ott mindig azt keresem, hogy találok-e benne harmóniát, és igazából amikor élvezetből leszem, akkor valami, hogy azt várom el attól a séftől, szakástól, aki elkészít ezt az ételt, hogy valami olyan egyensúlyt és harmóniát találjon meg benne, ami amikor megeszem, akkor megérkezik hozzám. És azt arra tudom mondani, hogy jó étel, és nagyon lehet, hogy én ebben túlságosan finnyás vagyok, de hogy nagyon ritkán találkozom olyan jó étel, amire azt tudom mondani, hogy ez most úgy egybe van, az most úgy el van találva. Kicsit van egy olyan érzésem, hogy Gábor atya jobbára egészségesen táplálkozik.
Jó, nem a paprikás krumpli, de ugye a zsíros ételeket nem szereti, már ez jó sejtem? Igen, hát maga az, hogyha valaki mérsékli a zsírbevitelt, de itt is, hogy milyen zsírokat. Ugye, hogyha a telített zsírokat csökkentjük a táplálkozásunk alkalmával, és a telítetlen zsírokat emeljük, mondjuk nem hallottam, de biztos, hogy mert mindent nem lehet felsorolni a halakkal, hogy állsz. Nem nagyon. Nem nagyon. Én például nekem a halak a kedvenceim, mindenféle halétel, teljesen mindegy milyen formában és milyen hal, abszolút mindenevő vagyok hal tekintetében. Tehát itt ezt a zsírarányt, hogyha egy kicsit megemeljük, ugye a Magyarországon a táplálkozási arány az úgy néz ki a telített és telítetlen zsírsavaknál, hogy 1:27. Tehát igazából az úgy kéne kinézni, hogy egy egységnyi telítetlen zsírsavra 2 egységnyi telített jut. Nálunk egy egységnyi telített, 27 egységnyi telített jut. Tehát ez őrület. És ezért a szív- és érrendszeri betegségeknél ez elsődleges kialakulási szempont, és mint tudjuk, úgy a halálozásnál, úgy a megbetegedésnél vezető halálok, vagy megbetegedés a szív- és érrendszer. Feltétlenül meg kell magyarázzuk, hogy mi a telített és mi a telítetlen zsír. Igen. Telítetlen zsírok azok a például a halakban lévő zsírok, tehát ami folyós, az olajak például, a hidegen sajtott olajak, és itt most nem arra gondolok, arra napraforgó olajra, amit vegyileg állítanak elő, és amit így commerce módon lehet vásárolni, és amiben sütik a rántott húst, amit végképp nem lehetne. A telítetlen zsírok azok az omega-3 zsírsavak, omega-3 zsírsav tartalmú zsírok, mondjuk például egy lemagolaj, egy kendebe, egy olívaolaj talán az, ami a legismertebb, ugye az, hogy ha már olívaolajjal főzünk, és nem az extra szűz olívaolajra gondolok nyilván, akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy mérsékeljük a telített zsírok. Telített zsírok például a húsokban, a sertéshúsokban. És ugye ott egy sertéshúsnál te nem tudod külön választani, hogy a zsírokat kiszeded belőle, mert ne megnézzünk egy szelet húst, át szövi a zsír, tehát ezt nem tudod. A baromfi húsnál ott le tudod a bőre alól szedni, és ott már zsírtalanítani tudod, holott mondjuk a baromfi zsír az jóval egészségesebb, mondjuk egy kacsa zsír, az jóval egészségesebb, mint mondjuk egy sertészsír, ami kifejezetten telített zsír. Susiék foglalkoznak idegrendszeri problémával küzdő gyerekekkel. Nekem magamnak is volt egy érdekes megtapasztalás, amikor hozzájuk került egy kisfiú, és mozgásterapeutaként is az első üzenete az volt a szülők felé, hogy mit ne legyen a gyerek. Hogy ennyire összefügg a táplálék például az idegrendszer működésével? Maximálisan. Nagyon-nagyon befolyásolja az idegrendszernek a működését. Ma éppen egy tüneményes kislányt kellett megnéznem délelőtt, és a kislány zizeg, mindenhol van egy édes, aranyos csacsok, tele van vele az egész ház, és minden teret betölt, ami rendelkezésére áll. És akkor így elkezdem kérdezgetni a szülőket, hogy és hogyan táplálkozik ez a gyermek. És akkor kiderül, hogy ez a gyerek csak szinte szénhidráton él. Hát akkor mit csodálkozunk rajta? Tehát az idegrendszer az közvetlenül egy olyan izgalmi állapotba fog kerülni az egyoldalú táplálkozástól. Valószínű, hogy már felszívódási zavara is van a kislánynak, ami mutatja is, hogy mert hamar előfordulnak ilyenkor ételintoleranciák és betegségeket is hoznak ezek maguk után egy idő után. És hogy erre nagyon oda kell figyelni a szülőknek. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy nagyon jó dolog az esti kakaó, csak utána, ha 2 órát kell altatni, akkor ne lepődj meg. Mert nem fog elaludni a gyerek, mert olyan, hogy betolsz az idegrendszernek egy komoly élénkítő anyagmennyiséget, és onnantól kezdve aztán mit csodálkozol rajta, hogy csak szenvedés van, aztán átesik a holtponton, utána azért nem fogod tudni elaltatni. Tehát amiről az előző adásban esett szó, hogy funkcionálisan táplálkozzon egy gyermek, ehhez azt kellene tudnunk, jó esetben, hogy az ő homeosztázisa a bélrendszerében hogy van eltolódva, vagy egyáltalán egyensúlyban, vagy egy kóros egyensúlyban van, és akkor először azt kellene rendbe hozni, mert ugye, ahogy említette a Marika az előző adásban, hogy már a tápszerekben adalékanyagok vannak, tehát az újszülött csecsemőnek már elkezdjük adagolni különböző dozírozással ezeket, és hogy annak milyenek a hosszú távú hatásai, hát erről majd az ideggyógyász orvos fog tudni neked beszélni, aki majd beszámol arról, hogy 40-50-60 év távlatából milyen autoimmun folyamatok indulnak el
az idegrendszer érintettség és a táplálkozás összefüggésében. Tehát nagyon-nagyon szoros korrelációt mutat, nagyon szoros összefüggés van abban, hogy mit eszel és hogy érzed magad. Jól tudom, hogy az utóbbi időben a kutatások azt mutatták ki, hogy a szénhidrát, illetve a cukor rosszabb, mint a zsír. Persze, egyértelmű. Tehát a szénhidrát, ez egy olyan, mondjuk a cukor, most beszélünk a cukorról, a cukor az azonnal ott van a véredbe, az azonnali energia, és azonnali nagy mennyiségű energia. Ott sok minden van, tehát ott át kell alakítani ahhoz, hogy raktározza a májnak, glikogén kell, tehát ott biokémiailag van egy nagyon-nagyon sok munkája, de idegrendszerileg, ugye ez a hatalmas energia olyan erős kisüléseket okoz, ami nagyon sok esetben agresszióhoz is vezet. Tehát például ez a gyereknél, biztos láttam már ilyet, aki hisztizik, őrjönk, tehát, és egyre többet lehet, ez mind a cukorjavára is írható. Kicsit olyan alkoholszerű hatása van? Igen. Hát az alkohol is cukor. Az is. Persze, igen. Az is cukor. Igen. Persze. Ami még érdekes, a gyerekek... Hát, ez elég ijesztő ezeket hallani, nem? Igen. Tehát látom az arcodon, hogy úristen. Egy dolgon gondolkozom, és tulajdonképpen... Csak az a baj, ez a valóság. Igen. Tulajdonképpen nem először gondolkozom ezen, és jó, hogy most ezt a kérdést feltehetek. Én is látom nyilván a gyereknél, hogyha több csokit eszik a kelleténél, akkor iszonyatos tempóra vált. Viszont én magam felnőttként nem ezt tapasztalom. Tehát, hogyha én csokit eszem, vagy több szénhidrátot eszem, én elámosodok. Ez most normális? A felnőttnél más, hogy történnek ezek a dolgok. Neked van ott egy plusz zsírszöveted? Igen. Mindenkinek felnőttnek, most bocsánat. Nehogy rám jön a kamera. Nem, semmi célzás nem volt. Nem, csak egyáltalán az, hogy élettanilag teljesen más, hogy bomlik, teljesen más történik. Amikor beviszel egy ilyen nagy adag energiát a szervezetedbe, akkor az összes enzim, az immunrendszer minden készsége, az összes bélbaktérium, minden az irányba megy, hogy ezeket valamilyen szinten elbontsa, és eltegye oda, ahova tudja, és általában véve a zsírszövetbe fogja eltenni. És ez egy ilyen lassuló vérkeringé, tehát az, amikor ide megy minden energia, mindenhonnan a vér az így ide összpontosul, akkor nyilván, hogy ugyanezt érzed, amikor mondjuk degeszre eszed magad egy vasárnapi ebéd után, amikor ül az ember az asztalán, és akkor át föl kéne állni, ez nem megy ahhoz. Azért ismeri Marika is, hogy milyen ez. Igen, megmondom őszintén, ezt így látom. Én még nem tapasztaltam, de látom, azért látom. Azt is tapasztalatból mondhatom, hogy amikor az ember egy kicsit elkezd kitisztítani magát, szinte már bőtölni, de hogyha atyára nézek, ő majd erről többet is tud mondani lelkileg, hogy mit jelent, hogy amikor teljes visszavétel van az ételben, és melindul a méregtelenítési folyamat, én akkor kezdek felpörögni. Hát persze, ezt nem szabad. Akkor jövök, megyek. Igen, de figyelj, de azt meg nagyon okosan kell. Tehát az, hogy amikor méregtelenítés van, és felszabadítod ezeket, általában a zsírsejtek zárják be ezeket a méreganyagokat, és attól nő meg a zsírsejt nagysága. Tehát amikor hízik valaki, az nem azt jelenti, hogy több zsírsejtje lesz, hanem egy bizonyos zsírsejt jóval nagyobb lesz, mert bezárja magába a bontatlan anyagokat. És például ugye a bélbaktérium egyensúlytalansága, amiről a Zsuzsi beszélt a gyerekeknél, az a felnőtteknél is iszonyatosan fontos. És hogyha ezek nincsenek harmóniába, abból alakul ki a méreganyag. De hogyha te elkezdesz bőjtölni, azt nagyon-nagyon-nagyon okosan, és nagyon attól függően, hogy még ha soha nem csináltad, nagyon lassan, mert ennek nagyon tragikus következményei vannak. Leírnak olyat szakmai leírásokba, hogy egy ilyen súlyos bőjtölés után szívinfarktus kapott a beteg. Tehát ezt csak nagyon okosan, nagyon ügyesen, és azért van az, hogyha valaki méregtelenít, és rosszul érzi magát, akkor azonnal le kell ezzel állni, azonnal le kell lassítani a folyamatot, mert túl sok méreganyag került a vérébe, amit nem tudnak a kiválasztó szervek eliminálni, és aztán ezzel újra ugyanúgy visszakerült. Toxikus lesz. Abszolút toxikus, így van. Ez nagyon jó, hogy erről beszélsz, mert szerintem a nézők számára is ez egy fontos téma, mert ugye ez van az a pánik, hogy úristen, fogyókúráznom kell.
és ezerféle, mindenféle fogyókúrás technika létezik. És gyerekeknek is fogyókúráznia kell. Gyerekeknek is, igen, de hogy felnőtteknél is. És azért nagyon sokaknál látom ezt, hogy talál valami szuper ígéretet, technikát, nem tudom mit, és akkor beleugranak, csinálják, csak ugye egyik, hogy a fokozatosság hiányzik, mert hogy hirtelen fújó, gyorsan lejön, nem tudom, 7-8 kiló, de az a kérdés, hogy abból mennyi a víz. Így van. Mert ugye először a víz távozik, és aztán nem a zsír oldódik. Ez egy sokkal lassabb folyamat. Tehát a másik pedig, hogy egyik barátom szokotta mindig emlegetni, hogy életmódváltás. Tehát, hogy az igazi fogyókúra, azt hiszem, az életmódváltásból születik meg, és nem abból, hogy most szétválasztom, meg így eszem, meg úgy eszem, meg ennyivel visszafogom, meg annyival visszafogom. Végülis valamekkora hatása lehet, csak a kérdés az, hogy az én gondolkodásomban, az én életemben mennyire változik ez meg. Mert az is lehet, hogy a fogyókúrával elérem azt, hogy most 7 kilóval vékonyabb vagyok, és hátradőlök, és utána újra elkezdek ugyanúgy élni és gondolkodni, mint hogy előtte, vagy azt mondom, hogy sikerült lefogynom, akkor elkezdek odafigyelni arra, hogy miből mennyit és hogyan eszem. És az nem azt jelenti, hogy nem ehetek, csak az, hogy jobban odafigyelek arra. Legalábbis nekem ezt valaki mondta, hogy az igazi fogyókúra, vagy a diétás étkezés az nem arról szól, hogy mindentől meg kell magamat tartóztatni, hanem az, hogy tudatosabban kell mondjuk hozzáállni, és bármit megehetek tulajdonképpen, csak megfelelő mennyiségben és megfelelő időben. Sőt, nekem azt is mondták, hogy akár, ja ez most egy reklám, gyors ételmes ételeket is ehetek, akkor így nem reklám. Sikerült. Sikerült kijönni belőle. De gyors ételmes szendvicseket is ehetek, hogyha nem ezen élek állandóan. Tehát, hogy a nagy baj az, amikor állandóan ezen élek, vagy ebből élek. Még hogyha ha egyszer-egyszer eszem, az még nem probléma, ha jól sejtem. Abszolút egyébként, ahogy elmondtad, és amit elmondtál, az teljesen így van. Hogyha én nem vagyok elégedett önmagammal, akkor egy életmód váltást kell végrehajtanom, és nem kúrákat. Csilla nagyon jól tudja, hogy én nem szeretem ezt a szót, hogy fogyókúra, mert ez egy nem helyén való dolog. Rossz beidegződés. Abszolút, és így van, és hogyha a sejtmemóriába ezt rakod bele, az nem fog jót szülni. De te mondod, hogy leadok 7 kilót és hátradőlök, és akkor leadja a 7 kilót, hátradől és visszaszed 10-et. Uh-huh. Mert ugyanaz. Tehát végig kell gondolni, hogy eddig hogyan éltem, mit csináltam, mire jutottam. Hogyha úgy látom, hogy egy 10 kilóval több van rajta, mint amit szeretnék, akkor megnézzük, hogy jó, melyek azok a dolgok, amelyeken tudok változtatni végérvényesen. Tehát nem adhok jelleggel. Tehát, hogyha én eddig megettem reggel 3 zsemlét, és azt mondom, hogy ezután én 2 zsemlével is bőven boldogulni tudok, akkor 2 zsemlét fogok enni, és az már meg fog jelenni az én testsúlyomnál mínuszba. Tehát ilyen végérvényes dolgokat kell. És ugye, ahogy te mondtad, hogy nem, tehát nem kell szélsőségesen, hogy jó, én is eszem csokoládét. Egyébként nagyon ritkán, de eszem. Tehát amikor úgy érzem, tehát lehet sok minden, tényleg olyan dolgokat is, amire azt mondják, hogy úrulj, csak nem állandóan. Tehát ez a erre megyek szélsőségbe, arra megyek szélsőségbe, egyik se jó. Próbálja meg mindenki saját magának a saját középútját, amivel elégedett aztán, ha belenéz a tükörbe önmagával is. Mai világban eléggé gyakran rá vagyunk kényszerítve az életmódváltásra, leggyakrabban nyilván a túlsúly miatt, de sajnos nagyon sokan táplálékallergiásak, ami egy hatalmas nagy életmódváltást jelent. Én azt hiszem, hogy Zsuzsi tudna erről sokat beszélni. Hát saját magam is ételallergiás vagyok, tehát nekem is nagyon oda kell figyelnem a táplálkozásomra. Kicsit nehéz helyzetbe kerülök, hogyha étterem vagy hasonlóba megyek. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor valakinek egy ilyen helyzetbe kell helytálnia, akkor én legalábbis ezt csináltam, ezt nekem is úgy tanácsolták, hogy ami számomra tiltott étel, szépen összecsomagoltam egy nagy dobozba, és a szomszéd asszony egyedül neveli a gyerekét, és akkor levittem hozzá, hogy ők tudják hasznosítani, mert nekik nem káros, nekem káros. Na most én az egész háztartásomat kipucoltam. És oda hozzánk olyan kaja nem jöhet be, amit én nem ehetek. Nincs, mert a lábosomat is féltem. Én gluténallergiás vagyok,
Ez azt jelenti, hogy én például, hogyha a gyerekeim jönnek hozzánk vendégségbe, akkor nálunk gluténmentes cérnametét lesz a húslevesbe, mert hogy az én fazekamban nem főzzük meg azt a tésztát, ami ugye ezeket tartalmazza. Erre nekem nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ha véletlenül ez megtörténik, akkor nem tudom hányszor fogom kimosni, meg elmosni, meg még a mosogatógéppel kifőzetni, meg megtisztítani az edényemet. Tehát, hogy ilyen szintig kell erre odafigyelni, ha valakinek oda kell figyelni. Nagyon sokan félnek ettől. Én azt gondolom, hogy az életmód váltásnak része az, hogy a fejedben teszel rendet. Tehát, ha eldöntöttem azt, hogy nekem az egészségem egy kicsit fontosabb, mint bármi más, akkor már nem olyan nehéz ezt az életmódváltást megtenni. Ez az egyik része a dolognak, és ha már a fogyókúrára egy icipicit visszacsatolhatok. Tehát én nekem szintén ugyanez a bajom a fogyókúrákkal, amit a Marika is elmondott, hogy értelmetlen, mert jó-jó effektus lesz belőle, ugye ezt a szót is már közismert, és nagyon sokan használjuk, ismerjük ezt a szót. Sokkal inkább azt gondolom, hogy erről úgy kellene gondolkozni, mint az életünk szerves részeként egy olyan dologra, ami nekem most fontos. Szeretném megváltoztatni a testemet, mert hogy úgy gondolom, hogy van rajtam 3, 5, 8, 18, 28, 38 kiló, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy álljak bele tudatosan abba a helyzetbe, hogy nekem most el kell terveznem, hogy én innentől kezdve hogyan fogom csinálni. Nem lehet kiborítani a fürdővízzel a gyereket, és egyszerre, ha mindent megváltoztatsz, azt egy hétig se tudod tartani. Szintén a jó tanács, ugye, amit a Marika is mondott, hogy pici lépésekkel elkezdeni és felépíteni tudatosan, de mozgás nélkül, könyörgöm, sehova se fogunk eljutni. Tehát, hogy hadd beszéljen belőle a mozgásterapeuta, ha nem csinálsz semmit, csak naponta 20 percig mész az egyik irányba, sétálsz, aztán visszajössz, abból is már 40 perc sétád, összejött, és hogyha ezt minden nap megcsinálod, akkor garantáltan közelebb leszel az egészséges állapothoz, mint ha bármi mást teszel, és mozgást kihagyod az életedből. Tehát a teljes életet kell néznünk, a táplálkozás az egy része, a mozgás egy másik része, az egészséges pihenés feltöltődés egy harmadik része, és az egészséges gondolkodás a negyedik része, körülbelül ennyit tudsz tenni az egészségedért, de ezeknek az arányát is helyre kell tenni. Igen kell a lelki táplálék, igen kell a szellemi táplálék, igen kell az, hogy kulturálódjál, de az étkezésedet nagyon-nagyon fontos megfontoltan csinálni, és a mozgást nem elfelejteni. Hogyha ezt össze tudjuk rakni, akkor közelebb vagyunk az egészséghez. És akkor most gondolkozunk családba, ahol van egy gluténérzékeny, egy laktózérzékeny, egy túlsúlyos, egy hisztamin intoleranciával küzdő, és anyuka főzze meg a ebédet. Igen, és ahogy ezt itt most így elmondtad, azért mindannyiunkban felmerül a gondolat, hogy ezek a mai élet részei, a mai világban ezek így most már teljes mértében mozognak. Egyetlen ismerjük ezeket a kifejezéseket. Most visszagondolsz egy 30 évre, 40 évre, akkor messze még ilyen, hogy hisztamin intolerancia. Tehát akkor még a cöliákiás, a lisztérzékeny, a gluténérzékeny is nagyon kevés volt, és most meg már így dobálózunk ezekkel az elnevezésekkel, ezek most már teljesen így köztudatban vannak. Na hát ez is megérne egy misét, ugye? Bocsánat, hogy hogy miért? Tehát, hogy azért végig kéne gondolni, hogy mit tettünk, mit csináltunk, hogy idáig jutottunk, mire kényszerültünk rá, hogy idáig jutottunk, és ha valakit még nem értek el ezek a problémák, akkor hogyan tudja magát megmenteni, meg tudja egyáltalán magát menteni, és hogyan, hogy ne jusson el idáig. Például ugye Zsuzsi említette a saját példáját a gluténérzékenységet, ugye ez is több részre bontható. Mert vannak ugye mondjuk a vékonybél biopsziával igazolt cöliákiások, nem tudom, hogy ez neked érinte ilyen mélységet, ott ugye nagyon-nagyon fontos, ahogy ő elmondta, hogy még az edénybe sem érhet az a glutén tartalmú, hát ugye tisztázzuk csak egy pár szó, hogy mit tartalmaz glutént, ugye a búza, a rozs, az árpa, pörkölt árpát hívjuk malátának, az úgy szintén. És ugye aki ennyire nagyon erősen cöliákiás, ott az abból is vigyázni kell, mert ugye ez fertőződik, az gabona, és a búza fertőzi, holott alapjába véve az abban nincsen glutén. Igen.
csak fertőződik. De most már lehet olyanokat kapni, hogy gluténmentes zab, tehát az is fogyaszthatja, aki ennyire erősen érintett. De én azt gondolom, hogy az embereknek a legnagyobb részénél a problémát nem is ez a súlyosan cöliákiás tünet együttes okozza, hanem a glutén érzékenység. A glutén ez egy nagy molekulájú fehérje, ez egy gliadin nevezetű, ez egy olyan, mint egy sikérpáncél, a fehérje olyan nehéz felbontani. És ugye említettem már a múltkori adásban, hogy a többletfehérje, tehát sokkal több fehérjét visz be az ember a szervezetbe, mint amennyit feldolgozni képes, és ezek a többletfehérje bevitelek egy ilyen permeábilis belet, egy ilyen bélátteresztő szindrómát okoznak, tehát egyszerűen ezek a molekulák, az emésztetlen molekulák átütik a bélfalat, és kimennek a nyirokba. Na, aztán a nyirok összeszedés az okoz ízületi problémákat, bőrproblémákat, különböző érzékenységeket. Tehát ez nem egyenlő a cöliákiával, de ott is nagyon fontos lenne, hogy legalább egy fél éves, éves diétát, ilyen gluténmentes diétát építsenek be az étrendjükbe, hogy egy kicsit kiszellőztessék a testüket. És megint elfogyott az adásidőnk, amit nagyon sajnálok, de a téma még mindig adott, és folytatnunk kell, én azt hiszem, mert nagyon fontos a családban a táplálkozás. Nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Supiszné Tóth Máriának, nagyon köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, és Tornyai Gábor atyának, hogy itt voltak, és persze köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb, 2 hét múlva jelentkezünk. Viszlát! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.